privátbankár.hu. Pénzügyek okosan. Min múlik, hogy akkor mégis azért egy picit előbbre kerüljünk ezen a ebben a versenyben? Én szerintem ez alapvetően a cégeken múlik, mert hogyha a cégek létrehozzák azokat a nagyon jó projekteket, amelyeket egyébként a már létező cégek egyébként felkínálnak a nemzetközi befektetések szempontjából, akkor most ilyen pillanatban tőke van. Azt tudjuk mondani, szerintem az elmúlt 200 évben ezt a mondatot nem tudtuk elmondani, hogy most lényegében több tőke van, mint amennyi olyan projekt, amelyet érdemes megfinanszírozni. Reméljük, ez a jövőben ez egyensúlyba kerül, és még több nagyon jó projekt kerül felszínre, de most azt mondhatjuk, hogy tényleg ma Magyarországról innovatív vállalkozást indítani szerintem sokkal könnyebb, mint hogyha valaki elmegy külföldre, és ott egy nagy dzsungelbe próbál megérvényesülni. Hát, ha könnyebb, akkor miért nem? Tehát hol vannak akkor ezek az innovatív vállalatok? Nincs ötlet? Nem, itt szerintem az innováció az alapvetően nem is ötlet kérdése szerintem. Ötlettel tel van a padlás. Ugye az a kérdés, hogy melyik ötletből lehet valóban vállalkozást építeni. De vállalkozásépítés, termékfejlesztés, ez az, amiben talán a magyar vállalkozói kultúra még nem ért el, még egyszerűen az innováció területén azt a szintet, ami Nyugat-Európában van. Említette az előadásában, hogy az a terv, hogy 2020-ig 1000 új innovatív KKV legyen. Hogyan lesz ez meg önök szerint? Hogyan lehet ez meg? Mi kell ehhez, hogy létrejöjjön? Hát ehhez rengeteg minden kell. Ugye az a kérdés, hogy amikor elköltjük a következő időszak strukturális forrásait, akkor azt a gazdaságban költjük el, vagy úgy, mint a korábbi időszakban a gazdaságon kívül. Ugye itt a gazdaság, most azt tudjuk elmondani, hogy a források 60%-a a gazdaságba fog menni, és azon belül a teljes forrásból 767 milliárd forint fog kifejezetten innovációra elköltődni. Azt gondolom, hogy ez elegendő forrás ahhoz, tehát azt tudjuk mondani, hogy forrás oldalon nem lesz gátja annak, hogy az ezzel innovatív vállalkozás létrejön. Ugye ami a nagy kérdés, az, hogy mint vállalkozás ezek létre tudnak-e jönni, meg tudjuk-e teremteni azt a környezetet, ahol ennyi vállalkozás meg tudja kapni azt a vállalkozásfejlesztési szolgáltatást, ezért van a mi hivatalunk. Említette a környezetet, nagyon sok múlik az adó, egyetlen a gazdasági környezeten. Mi kell az, hogy ez létrejöjjön? Olyan támogató szervezetek, amelyek ezt segíteni tudják, pontosan azt, amiről az előbb beszéltünk, hogy az ötletből vállalkozás legyen. Én azt gondolom, hogy pénzügyi oldalon tulajdonképpen megvan a környezet. Nem tudjuk azt mondani, hogy forráshiányosak vagyunk, nem tudjuk azt mondani, hogy az adórendszerünk az sokkal rosszabb lenne, vagy jobb lenne, mint más országokban. Szerintem egyszerűen ez a támogató környezet. Mégis panaszkodnak az adórendszerre, és nem a mértékére, hanem egyszerűen a változás gyakoriságára. Kifogásolják a KKV-k. Bizonyára van ilyen is, azonban én ott ültem az idei költségvetés vitáján, amikor ugye arról beszélt még az ellenzék is, hogy hát ez semmit sem változott tavalyhoz képest, és valóban az idei adórendszer az például a tavalyi évhez képest semmit sem változott. Ettől nem korábbi... lesznek elégedettebbek. Hát ugye ön azt mondta, hogy azt kifogásolják, hogy gyorsan változik. Nem, én azt gondolom, az elmúlt években volt, amikor gyorsan változott, azonban most beállt egy olyan struktúrára, ahonnan már nagyon óvatosan fog csak változni, nagyon kigondoltan. Még egyszer mondom, átállt egyfajta rendszerről egy újfajta rendszerre, hogyha ennek az újfajta rendszernek már egy sajátos logikája, ami azt gondolja, hogy a vállalkozásoknak, kifejezetten a KKV-knak jó. De természetesen, még egyszer mondom, hogy az adórendszerrel két rossz dolog történt, az egyik, hogyha folyamatosan változik, a másik, hogyha soha. E között kell egy értelmes egyensúlyt találni. A startupok tekintetében említette a startupokat. Mit hozhatnak? Beállhatnak az innovatív vállalatok sorába? Annyiról hallani. Említette, hogy az is célkitűzés, hogy Budapesten a régió startup központja. Így van. Lehet erről szó szerint? Én szerintem igen. Ezen dolgunk, hogy 2020-ra Budapest a régió startup központja. Azt kell, hogy jelentse a mi felfogásunkban, hogyha mondjuk egy lengyel, egy román vagy egy bolgár cég azon gondolkodik, hogy ő piacra lép valahol Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban, akkor neki érdemes legyen Budapestre jönnie, itt megkapja azt a kapcsolatrendszert, azt a szolgáltatási palettát, amivel ő ki tud tűnni a régió vállalkozásai között. Éppen ezért például idén elindítottuk a Startup Tavasz nevű rendezvénysorozatot, ami egy regionális közép-kelet-európai startup verseny, és ugye ebben a versenyben, a zsűriben már konkrétan befektetők ültek. Tehát itt nem mi a hivatal munkatársai döntöttük, hogy ki a jó startup, meg ki a nem, hanem maguk a befektetők. És ugye itt nem csak azt nézték meg, hogy melyik a jó cég, melyik a jó ötlet, hanem három hónap
hónapja folyamatosan fejlesztik ezeket a cégeket. Most pénteken lesz egy döntője, és a legjobb céget, azt annyira értékesnek tartunk a többet, biztos azok közül lesz a legjobb, hogy őt Silicium Valley-be fogjuk kijuttatni, és ott is befektetőkkel fog tárgyalni. Ugye ezt nevezzük mi annak az intézményhálózatnak, ami Budapestet régió startup fővárosává teszi, bár ez kétségtelen még egy első lépés. privátbankár.hu. Pénzügyek okosan.